Köszöntöm a nézőket, eheti Pálya Extra című magazinunkban, az ANK úszodába jöttünk el, és vendéglátónk Jancsi Kárpád, aki a jövő bajnokai program dél-dunántúli régióvezetője, illetve az egész program koordinátora. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Mi köszönjük. Ugye éppen most egy edzésen vagytok túl, mert egy nagyon nagy aktualitása is van annak, hogy itt beszélgetünk, ugyanis a Paraúszó Európa bajnokságra mentek. Mit vártok? Mikor lesz ez? Hol lesz ez az Európa bajnokság? 4 nap múlva utazunk Dublinba, de amikor az épek jönnek haza, akkor mi megyünk éppen. Annyi, hogy mi nem Glasgow-ban, hanem Dublinban fogunk úszni. Jól sikerült a felkészülés, nagyon, nagyon szoros a mezőny a rajtista alapján, úgyhogy ha egyéni csúcsot úsznak, akkor azzal már elégedettek leszünk. És ugye Zsófi és Bence mennek, és több versenyszámban is indulnak. Melyik versenyszámoktól várjátok a legjobb eredményt? Bencénél 100 mell és 200 vegyes, mind a kettőnél érem közelben van, úgy mondom, negyedik, ötödik úgy a rajtista alapján. Zsófinál nem olyan egyszerű a kérdés, ugye ő most kamaszkodik, egy kicsit megváltozott a tesztszerkezete is. A pillangó mellett most a hátúszás, ami elkezdett neki menni. De meglátjuk, megy még ugye vegyest is, 400 gyorsot is. Kíváncsi vagyok, hogy sikerült neki ez a felkészülés most így. Ők ugyanannyit készülnek, mint az épek? Teljesen ugyanannyit, 2x2 óra plusz 1 óra szárazföldi, úgyhogy nem könnyű a dolguk. Együtt edzenek az épekkel, vagy külön edzenek, és véleményed szerint melyik az egészségesebb, hogyha külön készülnek, vagy hogyha együtt? Spence és a Zsófi ugye integrálva van, szerencsére a többiekkel tud úszni, úgyhogy van így nekik edzőpartner. Most a válogatott edzőtábor az nyilván az külön van, ott csak a paraválogatott van. Van olyan paraúszónk egyébként, akivel külön kell foglalkozni, hogy a reggeli edzésekre tud csak járni. Tehát akkor eredménykényszer nincsen, hanem oda mentek és ússzanak jókat minden nap, ugye? Ez a lényeg. Nagyon fontos, hogy jól érezze magát a vízbe. Érezze azt, hogy jól sikerült a felkészülés, megtett mindent. Ha úszott egy jót és mosolyogva száll ki, akkor az szerintem már nagyon jó. Nem gondolom, hogy folyamatosan rájuk kell tenni ezt a terhet, hogy érem és elvárás, hiszen a Zsófi nagyon fiatalon, már 13 évesen ugye paralimpiai bronzérmes lett, és azóta mindenki várja tőle folyamatosan az érmeket, azt pedig tudni kell, hogy egy-egy verseny az mindig nyár végén van, úgyhogy ők végigjárják az iskolát, és amikor már mindenki posztolgat a nyaralásról, akkor kezdjük igazán a nagyon nehéz felkészülést. Úgyhogy úgy gondolom, hogy most így 2 évvel a paralimpia előtt most azon van a hangsúly, hogy egyelőre jól érezze magát, és ne legyen ez neki teher. Kint fogtok-e tudni edzeni, vagy akkor már csak a versenyre koncentráltok? Hát kint 2 napunk lesz, akkor napi egyszer tudunk elmenni, igazából csak a medencével fogunk egy kicsit ismerkedni a játmozgató edzés keretében. És ahogy a bemutatkozásnál mondtam, te vagy a régió vezetője jövő bajnokai programnak, mit kell tudni erről a programról? A jövő bajnokai program az 2013 végén indult, a Magyar Ószó Szövetség egyik legátfogóbb utánpótlás programja. 9 régióra van felosztva az ország, régiónként 32 korosztályos válogatott van a keretben, 11 és 14 éves gyermekek vannak benne. Mi a te feladatod? Egyrészt régióvezetőként, másrészt pedig a programkoordinátoraként. Igen. Régióvezetőként ugye itt a Baranya-Somogy-Tolna gyermekeit kell figyelemmel kísérnem, illetve programokat szerveznem nekik, képzési programokat. A programfelelőseként pedig hát elindultunk egy más irányba az idei évtől, a felméréseket fölváltották a képzési programok, és hát most ezt a vonalat visszük tovább. Kik voltak már itt, mert ugye vendég előadók voltak, akik beszélgettek, illetve előadást tartottak a gyerekeknek. Igen, idejében nagyon sokan voltak, volt nálunk sportpszichológus, volt egy francia szakember, aki a BVSC-nél van, éppen a válogatottat edzi, Rafael Matzet, ő a száraz edzéssel kapcsolatban jött előadást tartani, nem csak a gyerekeknek, hanem az edzőknek is. És hát legutóbb Risztov Évát láttuk vendégül, olimpiai bajnok 25. Mi az, amit ezekből a beszélgetésekből akár ti felnőttek is tanulhattok? Igen, mint ahogy mondtam, ugye ez képzési program, nagyon fontos, hogy az edzők is folyamatosan tudjanak tanulni, újdonságokat halljanak, hiszen most már azért nem csak arról szó, hogy róljuk a hosszokat, hanem a táplálkozásról is, ott is otthon kell lennünk, a száraz edzésben is otthon kell lennünk, ezek nagyon fontos programok. Gyerekek mennyire élvezték? Mi volt a tapasztalat? Mi a visszajelzés? A Risztov Éva nagyon tetszett nekik, hiszen nagyon hamar megtalálták a közös hangot. Évi is a medence világából jött ugye, mint olimpiai bajnok. Ami nagyon tetszett nekem, hogy a gyerekek ott megtapasztalták azt az Évi szavaiból ugye, hogy egy olimpiai bajnok is bizony el tud fáradni egy-egy edzésen, viszont neki is vannak nehéz napjai. Úgyhogy ez nagyon jó volt.
Hogyan folytatódik ez a program, ki lesz a következő vendég? El lehet-e árulni, vagy azért az még titok? Nem, én azt már tudom, de nem árulom el, mert az még meglepetés a gyerekeknek. Ugye ősszel már új keret lesz, a 2003-as korosztály kimegy, ők adják a serdülő válogatottnak ugye a legjavát, és az új korosztályhoz pedig a 2007-es korosztály fog bejönni. És lesz egy összrégiós verseny Budapesten, ahol kiosztják a felszerelést, bemutatják az új kerettagokat. És utána szeretnék ugyanúgy egy ilyen Risztov Évához hasonló előadást szervezni nekik, illetve hát szakembereket hívok meg ugyanúgy. Mi a tapasztalatotok, hogy az a korosztály, aki éppen kimegy ebből a programból, megmaradnak ők az úszás sportnak, vagy ők alkotják a válogatottat, vagy akiket nem válogatnak be, sokan abba hagyják? Hát nem feltétlenül ez miatt, de igen, ez az a kényes pont, ez az a kényes korosztály, amikor nagyon sokan abba hagyják, hiszen iskolát váltanak, felvételiznek, és ekkor dől el, hogy érdemes-e ezt a napi 5-6 órát belefektetni, hogy megtérül-e nekik, de én úgy gondolom, hogy ha jól érzi magát az úszoda világában, és akár csak egy egyéni csúcsot úszik, vagy egy országos bajnoki döntőst, helyezést ért el, az már az is siker, nem feltétlenül itt világszínvonalról beszélünk. Vannak-e külön versenyek a jövő bajnokainak? Tehát van-e olyan verseny, amikor csak az a kiválasztott számú sportoló vehet részt a versenyen? Ez az összrégiós összejövetel szokott lenni, ahol nyilván verseny is van, de hát nem azon van a hangsúly, hanem a váltóverseny, úsznak egy 100 métert mindenből, hanem ott lényegében azon van a hangsúly, hogy megismerkedjenek egymással, ott minden 9 régió összejön, és ott országosan akkor a válogatott egyben van. Mi az, amit te kaptál már ettől a jövő bajnokai programtól? Mi az, amit tudtál tanulni belőle? Vagy milyen tapasztalatokat viszel most a következő időszakra? Nagyon jó érzés azt látni, amikor egy-egy kisebb egyesületből egy-egy gyermek mennyire tud örülni, ha bekerül egy idézőjelbe válogatottba, hiszen ez egy régiós válogatott, mondhatjuk így. Ez egy olyan löketet ad neki, hogy ezáltal jobban tud úszni, jobban tud edzeni, tud fejlődni. És amikor látom, hogy egy országos bajnokságon ilyen pici egyesületből egy ilyen gyermek el tud érni egy érmet, az egy nagyon jó érzés. Szülőkkel milyen a kapcsolatotok? Mennyire fontos a szülők szerepe egy-egy ilyen program során? Rettenetesen fontos. Az idei évtől őket is bevontuk. Eddig ugye ők nem vehettek részt ezeken a képzéseken. Számukra volt sportpszichológus, a dietetikus is ugye nem a gyerekekre van, hiszen nem ők főznek magukra, és a szülők ezt nagyon pozitívan vették. Ez a 11-14 éves korosztály szerinted ez az, akinek kell ez a jövő bajnokai program, vagy esetleg lejjebb is tudnátok menni, vagy még egy picit tovább is lehetne tartani? Ha nem is a jövő bajnokai, de mindenképpen kell lefele is mennünk, hiszen már nagyon, nagyon korán különböző sportágak kecsegtetnek mindenféle jóval, és nagyon, nagyon fontos, hogy az úszás mellett tartsuk ezeket a gyerekeket, és attól függetlenül, hogy egy-egy egyesületben milyen jó munka zajlik, hogyha ő egy közösséghez tartozhat, egy kiválasztott közösséghez, akkor ez megdobja annyira, hogy nem hiszem, hogy el fog menni másik sportákhoz. És ugye beszámoltunk arról is, hogy a PSN ZRT és az ANK fúzióra lépett. Mi a pozitív hozadéka ennek a fúziónak? Lehet-e már érezni? Igen, hát most már lassan egy éve. Országos bajnokságokon, most hát a váltó, tehát a gyermek országos bajnokságon a PSN váltó az verhetetlen volt, tehát ugye a pozitív hozadéka az már itt látszik. És szerencsére most ugye van a 25 méteres medencénk, az 50 méteres medencénk, rengeteg segítséget kapunk, hogy a felkészülés az zavartalan legyen, úgyhogy ez nagyon jó volt. Van-e megfelelő számú jó edző? Akár itt a régióban, akár országos szinten utánpótlás edző? Úgy gondolom, hogy kiváló edzőink vannak, de azon kell dolgoznunk, hogy még több legyen. Van-e esetleg már olyan, aki tanítványod volt, és most már edzősködik, segít neked, tehát akire mondjuk így büszke lehetsz már nem csak mint sportolóra, hanem mint edzőre is? Van, ez egy pozitív hozadéka ügye, hogyha jó a társaság, akkor nem tudnak elszakadni. Ugye, ha nem is edzőként, de oktatóként dolgoznak már itt nálunk, olyan volt tanítványok, akik most gyerekekkel foglalkoznak, és a kezünk alá dolgoznak, hiszen tőlük jön föl a kisversenyzői csoportba gyermek. De kinek javaslod az úszóedzői hivatást? Kik azok, akik alkalmasak rá szerinted? Milyen adottságokkal, képességekkel kell rendelkezni? Hát nagyrészt ugye ez pszichológia, hogy a gyermekkel megértessük magunkat. Nagyon fontos, hogy meglegyen a piramis, hiszen hogyha jó az oktató, akkor itt marad a gyermek, utána fölkerülhet egyel följebb, és így kerül föl az edzőköz, akik azt is tudnak belőle faragni. Ha nincs jó oktató, akkor nekünk se lesz munkánk. Ez egy csapatmunka, és én úgy gondolom, hogy ez csak azt tudja csinálni, aki szívvel lélekkel csinálja
és nem az óráját nézegeti, hanem a gyerekekkel, mert hiszen amikor lerakjuk a sípot itt 5 órakor vagy 6 órakor, akkor nincs vége a munkánknak, hiszen a napi problémákat azokról nekünk is tudni kell, nekünk is meg kell oldani, edzőtáborokba tanulni kell a gyerekekkel, hiszen a Zsófi is ugye magántanuló, mert rengeteg edzőtábor verseny mellett ugye nem tudja az iskolai kötelezettségeit itt helyben teljesíteni. Ez egy 0-24 órás szolgálat. Ugye beszéltünk már a Paraúszó Európa bajnokságról, edzőtáborokról, beszéltünk a jövő bajnokai programról, tehát ez igazából mind-mind a versenysport. De mennyire fontos az, hogy széles bázissal legyen, tehát hogy mondjuk kiskorban minél többen ússzanak? Nagyon fontos, mert ugye mire eljutunk az élversenyig, hát addigra nagyon nagy részre lemozsolódik. Én úgy gondolom, hogy kell, hiszen a tömegsport csoportunk is a legnagyobb létszámú jelenleg, akik nem szeretnének versenyezni, viszont nagyon szeretik a vizet, nagyon szeretik a társaságot. És onnan is volt már, hogy felbukkant egy tehetség, és át tudtuk rántani a versenysportba. Melyik az a korosztály, amikor a leginkább abban hagyják a gyerekek az úszást, és ilyenkor mi az edző feladata, hogyan tudja ösztönözni arra, hogy ne hagyja abba? Ez a kamaszkor, de szerintem ez nem csak az úszásban, a családnak is nehéz, de igen, ilyenkor főleg a lányoknál, amikor a testük is változik, megváltozik a vízfekvés, akkor megáll egy kicsit a fejlődés, amit nagyon nehéz feldolgozni, hiszen az alattuk lévő 2-3 korosztály alattuk lévő gyermekek akkor elmennek hirtelen mellettük. Ilyenkor kell nagyon az a pszichológia, az a segítség, a családi háttér, hogy ezt átvészeljék, hiszen ez a 1-2-3 év, és utána ismét tudnak olyan időket úszni, amik jók. Mennyire vagy eddig ezzel az évvel megelégedve? Ugye még vissza van egy nagyon fontos Európa-bajnokság, de az eddigi eredményekkel kapcsolatban, versenyekkel, színvonallal? Fúzió után, ugye, mint mondottam, a gyermekbajnokság az rendkívül jól sikerült, pont versenyben a harmadik lett a pécsi csapat, a váltók verhetetlenek voltak, láttunk, van országos bajnokunk, rengeteg érmesünk van, és hát aminek nagyon örülök, hogy Jászó Ádám, és amiről az előbb is beszéltem, visszautalnék rá, hogy volt neki egy 2-3 éves ilyen megtorpanás, ismét a dobogó tetejére állhatott a serdülő bajnokságon, nem is akármilyen idővel, ami nagyon nagy öröm volt számomra. Az iskolákkal milyen a kapcsolatotok? Fontos-e az, hogy jó legyen egy egyesületnek a kapcsolata az iskolákkal? Nagyon fontos, hiszen ha már van egy válogatott úszónk, de nem csak világszínvonalról beszéljünk, hanem akár egy serdülő válogatott, évközben, amikor van egy 2 hetes edzőtábor, akkor nem mindegy, hogy az iskola hogy támogatja ezt. Szerencsére a nevelési központtal, sőt a többi iskolával is nagyon jó a kapcsolatunk. Ugye, amikor ilyenről van szó, akkor támogatják a gyermeket is. És ugye említetted már, hogy volt a Rafael az előadó, aki nagyon érdekes dolgokat mondott, tehát a szárazföldi edzések fontosságáról beszélt. Mennyire fontos szerinted az, hogy a szárazföldi edzések is megtörténjenek, illetve hogy ott is szakember irányításával folyjon a munka? Rettenetesen fontos, és én ketté választanám a kettőt, hiszen úszóedző vagyok. Uh-huh. A száraz edzés az teljesen más. Nagyon örültem a Rafael-lel, mikor tudtam ezügybe beszélni, és ő lejött hozzánk, hiszen láttam, hogy hát ég és föld, ugye az a tudás, ami nekem van, illetve neki van, de hát így jó, mert tudok tőle tanulni, tudunk kommunikálni egymással, havi szinten leszokott látogatni, és segíti most a munkánkat. Ő hogy került egyáltalán Magyarországra, vagy hogyan alakult ki a kapcsolat köztetek? Ugye ő válogatottal dolgozik, a BVSC-nél segíti a Verne Péter, Kozma Dominik munkáját, Verasztó Evelinét, és a világbajnokságon találkoztam először a Rafael-lel, és ott beszéltünk róla, hogy Pécsen jó lenne, hogyha lenne egy ilyen szimpózium a válfájdalommal kapcsolatban. Lejött, egy előadást tartott, utána beszélgettünk sokat, lekeveredett az uszodába, aztán nem tudott szabadulni a gyerekektől. Annyi kérdésünk volt felé, úgyhogy nem tudta teljesíteni ezt egy-két edzés alatt, úgyhogy azt mondom, hogy heti szinten tartjuk a kapcsolatot. Tehát akkor azt jelenti, hogy az edzőknek is nagyon fontos a továbbképzés, hogy mindig képezzék magukat, és akár az új trendekkel megismerkedjenek. Nagyon fontos, hogy a táplálkozásban is egy kicsit otthonok kell lennünk, de hát én úgy gondolom, hogy ez egy csapatmunka, hiszen nem tudhatok mindent. Akkor leszünk jó edzők, ha a legjobb szakemberekkel körbe tudjuk magunkat venni, hiszen egy dietetikus vagy akár egy száraz edző rengeteget hozzá tud adni a sikerhez. Ez most megvan itt Pécsett egyébként, vagy azért van még olyan terület, ahol lehetne fejlődni? Megvan. Természetesen van annyi szakember, és meg is találtuk egymást, úgyhogy szerencsére ez jól működik. Akár Kenderesi Tominál, akár itt a paraválogatottnál, minden segítségünk megvan itt helyben.
Ugye az úszás az az a sportág, ami nem sokat változik, vagyis hát azért egy picikét változik, de vannak olyan sportágak, amik lényegesebbek, például az aerobik, meg a torna, tehát sokkal nehezebb elemek vannak benne. De mégis az edzés munkában az utóbbi évtizedekben mit vettél észre, hogy milyen változások történtek, vagy legalábbis te saját magadban hogy változtál? Igen, tehát a mennyiségi munkát inkább felváltja a minőségi munka, és itt jön be az, amire az előbb is utaltam, hogyha a csapatként tudunk együttműködni, és tudjuk egymás munkáját segíteni, akkor lesz igazán jó a sportoló. És ebben a gyerekek is partnerek egyébként? Nekik sokkal jobb, mint hogyha én dirigálnék be napi 5 órát, mint hogyha egyszer-egyszer váltás van, és akkor el tudják sírni a bánatukat, hogy én milyen gonosz voltam nekem, hogy a száraz edző milyen gonosz volt. De természetesen szorosan egyben kell működni az edzőknek, hogy átlássuk ezt az egészet. Ez az úszoda mennyire alkalmas a napi szintű edzésre, illetve a versenyek előtt tudtok-e menni 50-es medencébe? Mi nagyon szeretjük ezt a 25 méteres medencét, hiszen jobban átlátható, gyorsabb munkát tudunk itt végezni. Az 50 méteres medencét versenyek előtt szoktuk igénybe venni, illetve edzőtáborban már 50-es medencébe megyünk, illetve hát holnaptól szeretnénk átmenni a hullámba, hogy ott készüljünk a dublini Európa-bajnokságra. Sok sikert kívánok nektek. Köszönjük. Az Európa-bajnokságon. Milyen napokon kell drukkolnunk? Minden nap? Minden nap kell drukkolni, úgyhogy egy héten át kell szorítani a gyerekeknek. Tehát vasárnaptól. Vasárnaptól kezdjük, és minden nap úszik valamelyik sportolónk. Köszönöm szépen, hogy itt lehettünk. Mi köszönjük. Ez volt erre a hétre a Pálya Extra, 2 hét múlva találkozunk ismét, de ne feledjék Pálya című műsorunkat is. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!